Maga az ingatlan piac, maga az ingatlan piacon való megjelenése bárkinek is, akár egy eladónak, akár egy vevőnek, az mindig valamilyen háttérben lévő magán jellegű dolgot, problémát akar megoldani. Óvatosabbak az ügyfelek, akik döntést tudnak hozni, illetve nyilván megjelenik egyfajta védelem is, jogi védelem. Nem véletlen az, hogy egyébként ügyvéd vagy közjegyző kollégáknak kell ezeket a szerződéseket ugye szerkeszteni, ellenjegyezni. Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó. Köszöntjük a Chill Zone nézőit. Ezúttal is egy remek témával foglalkozunk a következő szűk egy órában, úgyhogy azt gondolom, hogy fiatalok és idősek egyaránt nagyon sok és hasznos és főleg használható információt kaphatnak majd. Az ingatlanok kapcsán ingatlan eladás, ingatlan vétel, vagyonszerzés, albérletek, és hát az ezzel járó mizéria, az útvesztők, na ezt próbáljuk kibogozni a mai Chill Zone podcastben, itt a Szolnok Televízióban. Erre természetesen van három segítőnk, én majd a laikusok, a mondjuk úgy a vásárlói oldalt, a vevőt fogom képviselni, viszont a profik itt ülnek mellettem, Csányi Pétert köszöntöm sok szeretettel, a NAV sajtóreferensét, akit egyébként a televízióból többen már ismerhetnek, hiszen ő szokott nyilatkozni, hogyha külön olyan dolgok vannak a világban, ami mondjuk az adózással kapcsolatos. Itt van velünk Fancsalszky Erna is, ügyvéd, akinek hát egyik specialitása az ingatlanok adása vétele és az ezzel járó mizériek, mert hogy valljuk őszintén vannak, de ezeket kibogozzuk. És itt van velünk egy olyan úriember, aki abszolút látja és érzékeli a változásokat, főleg a szolnok ingatlan piacon, Gábor Szabolcs úr, a Káza Network ingatlan iroda vezetője. Sziasztok, köszöntelek benneteket. Szervusz, Dani, szia. Szia, Dani. Nem is tudom, hogy hol kezdjünk, melyik csapás irányt indítsuk el. Szerintem te vagy a tetején ennek az egésznek. Jogi oldalról nyilván Peti az, aki jobban látja, illetve NAV oldalról, jogi oldalon pedig az Erna, de mégiscsak próbáljunk az elején egy kicsikét, hogy is mondjam, emberi nyelven, úgyis, hogy én is megértsem ezt az egészet. Szabolcs, eltelt másfél év az ingatlan piacon, és aki nem is nagyon olvas utána szaklapoknak, meg nem közgazdász, hanem úgy, mint én, járva-kelve lát különböző hirdetéseket, látja a különböző kiírásokat, mondjuk nálatok a Káza Network ott a kis portfóliót nézi. Mik a legszembetűnőbb változások? A Covid nektek például ingatlanosoknak mit hozott? Növekedést, vagy éppen visszaesést? Hát igen, összetett a kérdés. Hát azt kell, hogy mondjam, a Covid rávilágított arra, hogy vannak olyan szakmák, amiket nem dönthet le a semmilyen vírus. Hát ez az ingatlan közvetítő is ilyen. Nem mondom, hogy az első pár hétben, amikor ugye tavalyi évben megjelentek ezek a negatív hírek, illetve sokként érte szerintem az egész országot, meg mindenkit ez a vírustól való félelem, hogy nem volt egy pici megtorpanás, egyáltalán eljutottunk odáig, hogy ki az, aki mer fogadni érdeklődőket, ki az, aki egyáltalán azt mondja, hogy jó, jöhettek, de akkor én elmegyek, vagy csak skafanderbe beöltözve egy kicsit túl az a dolgot, de utána szépen visszaállt a dolog. Ugye itt rögtön elé mennék egy olyan dolognak az ingatlan, meg az ingatlan közvetítés kapcsán, amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy maga az ingatlan piac, maga az ingatlan piacon való megjelenése bárkinek is, akár egy eladónak, akár egy vevőnek, az mindig valamilyen háttérben lévő magán jellegű dolgot, problémát akar megoldani. Mire gondolok? Tehát ugye ez nem egy impulzus vásárláson alapuló piac, hogy megláttam a tévében, hogy most kettőt fizet és három biciklit kapok így hirtelen. Ez azon van, hogy mondjuk azért lépek ki a piacra, mint vevő, mert mondjuk fel tudom venni az újfajta támogatásokat, gyerek jön, tehát ezzel az ingatlan vásárlással egy magánéleti helyzetet, szituációt akarok megoldani, így van. Ezek a jobb dolgok, amikor mondjuk azért jön hozzánk valaki, mert azért vesznek kettő kisebb lakást, mert elválnak, és a nagyobbat eladják. Hát ez megint egy másfajta sztori. Itt ugye persze minden jön, valamikor ebbe az egész történetben vannak nagyon pozitív, nagyon sikeres dolgok. Ugye persze van, amikor valaki sírba jön be hozzánk, hogy viszik a lakását, feje fölül, el kéne adni, van rá három hete. Tehát ez az első, hogy mindenki értse, ezért nem állt az ingatlan piac. Tehát ezek a szituációk, ezek a háttérben lévő magán jellegű történések, ezek nem álltak meg. Az emberek ugyanúgy
Kapcsoljuk hozzá a jogi részt, mert itt abszolút egy olyan kérdés felmerült bennem is, akkor Erna, most a te véleményedet vagy tapasztalatodat szeretném kérni. Nálad például ez mennyiben változott meg? Itt voltak mondjuk olyan adhok jellegű vásárlások, vagy olyan vásárlási, nem is tudom, ilyen intuíció, amit elkezdtek mondjuk a válság előtt, a pandémia előtt, ami nyilván sok mindenkinek az életét elég komolyan megváltoztatta, kevesebb jövedelem, stb. És valami olyan jogi hézakba keveredtek bele, ami mondjuk nekik ezt az egy-másfél évet, vagy a pénztárcáját nagyon-nagyon lecsökkentette, el kellett állnia mondjuk egy Szabolcsnál kiválasztott ingatlantól. Tehát ezeket jogilag te hogy tudtad megtámogatni, vagy lehet-e besegíteni, vagy egyszer nyomtatok ti is egy pauzegombot, és hát csokolom, majd folytatjuk, hogyha visszatértünk a régi kerékvágásba, nem lesz itt semmi baj, és akkor majd menjünk rá a hitelmoratóriumra, mert az is egy érdekes történet. Nem, igazából egyébként érdekes a felvetés. Nyilván azért azt gondolom, hogy az ingatlanpiaci változásai, mikor bejött a COVID az elején, az nyilván a jogi részét is érintette, de ugye az első hullám idején ugye azért a jogi szolgáltatások igénybevétele az engedélyezett volt. Tehát ebből a szempontból az ügyvédeknek nem volt, hogy úgy mondjam, egy ilyen leállási időszak. Nyilván önkéntesen választhatták azt, hogy akkor egy kicsit tartózkodóbbak, vagy újabb szabályokat vezetnek be. Ez már minden kollégára, saját magára volt bízva. Nyilván volt az elején egy megtorpanás, mint ahogy a Szabolcs is említette, de ugye alapvetően az élethelyzetek, a COVID, mert az élet az úgy is ment a COVID alatt is, nyilván ott is voltak a házasságkötések, nyilván adott esetben voltak válások. Ez természetesen magával vonzotta azt, hogy az élethelyzeteket meg kell tudni oldani, vagy meg kell oldani, akár adásvétel, akár egyéb más úton, módon, nyilván ami ugye az ügyvédre tartozik. Tehát én nem mondanám azt, hogy annyira érzékeltem. Mindenki együttműködő volt, nyilván mindenki érzékenyebb volt abban az időszakban emberileg is, tehát hogy egy része volt a jogi munka, egy másik része az már inkább azt gondolom, hogy pszichológia, de azért sikerült kezelni ezeket a dolgokat. Mindenki emberi volt ebben az időszakban, és akkor itt kötném egy ilyen nagyon csúnya rádiós fordulattal, a NAV mennyire volt emberi ebben az időszakban, vagy Peti, te mivel találkoztatok, milyen anomáliákkal, mert azért nálatok tudom, hogy a jogszabály az kötelez, tehát hogy ott nincsen semmiféle hát emberi segítség, mert hát nektek ez le van írva, kész, ezt tudomásul kell venni, nem ti találjátok ki, hanem ez jogszabály. A jogszabály és a név kötelez. Igen. A NAV kötelez, igen. A név és a NAV. Hát én azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, nem csak az ingatlan kapcsán, hanem nyilván minden adózási történet kapcsán az emberi tényezőnek nagyon fontos szerepe van. Mi az ügyfélszolgálati munkát láttuk egy kicsit más képpen, más színben ez alatt az időszak alatt. Persze ingatlanhoz is kapcsolódik ez, mert hiszen ugye jöttek az adásvételi szerződések, ahogyan a Szabolcs mondta, vagy akár Erna, jönnek befelé, tehát ez érkezik be az iratanyag a NAV-hoz. Igen, jogszabályok alapján dolgozunk, és igen, ebben az időszakban számunkra is számos kormányrendelet írt elő néhány vonatkozásban könnyítéseket, amiket az adózók irányába nekünk ezt továbbítani kellett, illetve úgy kellett alkalmazni ezeket a jogszabályokat, hogy ezek érvényesüljenek az adózók esetében. Tehát a könnyítést, az ügyfélszolgálati munkát, az ügyfélfogadásnak a körülményeit, azt próbáltuk úgy azért élhetővé tenni. Aki bejön az adóhivatal ügyfélszolgálataira, akár bárhol az országba, az meg fogja ezt tapasztalni. Nyilván elvárjuk most is azokat a szabályoknak a betartását, amiket valóban, ahogy mondod, nem mi találtunk ki. Ezt előírták számunkra, maszkot kell hordani, kezet kell fertőtleníteni. Tehát ezek a szabályok általában érvényesek mindenütt, így nálunk is. Volt egy utolsó időszak, most itt a harmadik hullám gyakorlatilag hozta ezt a mi életünkben, hogy például időpontfoglalással lehetett érkezni az ügyfélszolgálatra. Ez kötelező volt, tehát nem választható, vagy előnyben nem tudtuk részesíteni azt, aki foglalt időpontot, hanem csak őt tudtuk beengedni gyakorlatilag az ügyfélszolgálatainkra. Ez most megmaradt, függetlenül attól, hogy a könnyítések már érezhetőek, érzékelhetőek.
a foglalás kötelezettsége elmarad, tehát nem kötelező, de aki foglal, azt előnyben tudjuk részesíteni. Tehát ilyen emberi vonatkozások, ilyen partnerség, ilyen ügyfélközpontúság azért érzékelhető, tapintható. De olyan nem volt, hogy hát most nem kell befizetni ezt a illetéket, mert hát most Covid van, csókolom, tudjuk, hogy kell másra pénz. Ilyen nem volt konkrétan, illetékben biztosan. Gondoltam. Katás vállalkozásoknak volt ilyen időszakuk, akik ugye kedvezményt kaptak, ő rájuk vonatkozott a moratórium, tehát ők, nekik például nem kellett, és ettől függetlenül megmaradt a jogosultsági időszakuk, tehát nem kellett szüneteltetni, hanem azokban az időszakokban, amikor ezt persze jogszabály kormányrendelet előírta, akkor nem kellett megfizetni a katát. Adom tovább a labdát, és akkor menjünk vissza az ingatlan piacra. Szerintem sok nézőnket érdekelheti, hogy mondjuk az elmúlt másfél év alatt az ő ingatlana vajon leértékelődött, vagy éppen pont ez a hatás, ez a kínálat-kereslet hatás egy picikét megdobta az ingatlanárakat. Szabolcs, Szolnokon mit tapasztalsz, illetve mennyire jellemző a szolnoki változásra az, ami mondjuk Budapesten vagy az országban történik? Többet ér most a lakásunk? Mindenféleképpen, tehát ez egyértelműen igennel tudok erre válaszolni. Azt mondom, aki el akar adni, annak ez jó hír. Ha venni akar majd szintén, akkor nem annyira, mert hiszen az lakásárak ugye együtt emelkednek, tehát olyan nincs, hogy én drágán adok el és olcsón veszek, tehát minden emelkedik. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek Szolnok, és ez a Covid alatt sok mindent megéltünk, de azért, hogy most már itt az M4-es leér, illetve előbb-utóbb ide fog most már érni teljes mértékben. Egyszerűen felértékelődött. Egyszerűen érezhető, hogy Szolnok bekerült az ország vérkeringésébe. Ugye idáig se az volt a baj Szolnokkal, hogy nagyon messze voltunk Budapestről, tehát kilométerben nem voltunk messze, időben voltunk messze, így van. És igen, tehát jelentősen emelkedtek az árak, észrevehető most már, hogy egyszerűen jönnek emberek, akik az agglomerációként néznek szinte most már Szolnokra, és többet ér a lakásunk, tehát ezt bátran kijelenthetem. Az a fajta drasztikus áremelés, aminek szemtanúi vagyunk egy olyan 2000, mondjuk ugye az elmúlt 4-5 évben, az azért lassult. Tehát ugye most itt ki lehet mondani, hogy a 2008-as gazdasági krachnál, mondjuk így, nem tudom, mi volt az válság, vagy minek nevezzük, ahhoz képest szinte megháromszorozódtak az ingatlanárak, tehát ez bátran ki lehet jelenteni, de azért ez a fajta drasztikus emelkedés az megtorpant. A használt lakások ára szépen egyenletesen, hát az újépítésű ingatlanoknál ott viszont azért ennél jóval erősebb volt az áremelkedés, és tartok tőle, hogy lesz is, hiszen ugye a kereslet kínálat alapján az építőanyag árak azért emelkedni fognak, és ez egyszerűen a kivitelezők nem tudják máshol, egyszerűen a vevőkön tudják érvényesíteni. Egy olyan kérdést szeretnék bedobni a közösségbe, amire mint magánember válaszoljatok. Nekem van egy teóriám, hogy a mostani ingatlan árak, és nyilván most Szolnokról beszélgetünk, miért van az, hogy legyen az új építésű, legyen az a Széchenyi panel, legyen a vasútállomáson bármiféle építésű ház, azért durván 20-25 millió forintnál kezdődik minden. Ha új építésünk gondolkodsz, és mondjuk van egy fiatal házas pár, vagy egy fiatal pár, akik 26-27 évesen összekötik életüket, azt mondják, hogy új építésébe szeretnénk menni, és mondjuk van is családi támogatás. A teóriám nekem az, hogy maga a rendszer úgy lett kitalálva, és ez rátok ingatlanosokra is vonatkozik ebből a szempontból, hogy az árképzés az úgy van, hogy gyakorlatilag van egy ifjú pár, az mondjuk a tézis, hogy 5-5 millió forintot tudnak otthonról hozni, mert mondjuk a szülők segítettek. Van egy tízesük. Erre ott van a 10 plusz 10 csok, és most csak az általános, hogy is mondjam, szaporolatot mondom, hogy akkor mindenki saját magát... Igen, a standard képet, hogy mindenki saját magát klónozza. Ott van 10-10 millió forint, tehát kapásban van 30 millió forintom. Azért, hogyha van a pár közül egyiknek mondjuk egy vezetői beosztása, vagy középvezetői beosztása, ott már kvázi elvárható, hogy ketten mondjuk együtt, egy-kettet befelvesznek 10 milliót, az már 40 millió forint. Szóval gyakorlatilag a piac úgy van szerintem beárazva, hogy ez a 30-40 millió forint az megvan mindenkinek. De ez valahol meg egy eléggé, nem tudom, becsapós dolog, mert ez egy bizonyos korosztályra van így kitalálva. Tehát mondjuk a 40-es, 50-es, akinek lehet, hogy lenne igénye venni új ingatlant, de mondjuk nincsen neki 40-50 millió forintja, mert nincs neki ilyen lehetősége, hogy mozgótőkét fölvegyen, hitel, csok, stb. Ők gyakorlatilag ki vannak zárva ebből a körből, pedig lehet, hogy többen vannak, mint a 20 évesek. Hát én, mint magánember, most tényleg nem a NAV. Abszolút arra vagyok kíváncsi. Csak magánemberként mondom, hogy ez nem mindig így volt, Dani. Így volt?
Hát jellemzően igen. Ez mindig így volt, én szerintem. És akkor rosszkor születtem. Ha valahogy nem sikerült ugye oda-haza ezt összekuporgatni, se a szülőknek, se a fiatal párnak, már pedig ugye ez nagyon nehéz, akkor kénytelenek voltak a bankhoz fordulni. És vettek föl hitelt. Ezt elég egyszerre lezártuk így, Peti. Ez a vélemény. Hát most én csak mondom, hogy mik a lehetőségek. Nem lehetne picikét visszább húzni az ingatlanárakat ahhoz, hogy pörögjön a piac? És hogy több ember jusson lehetőséghez? Ki húzná vissza? Kapitalizmus van, bocsánat. Tehát amíg el tudja adni, az a kivitelező. És ugye ő gyakorlatilag két dolgon tudja az árrését növelni, így van? Ez a minél olcsóban építkezek, és minél drágában adok el, így van? Jellemzően azért ez ma már nem lehet azért abból a bizonyos bolvárat építeni. Tehát azért most már elég komoly előírások vannak, meg ugye az építési technológiák, szerkezeti technológiák óriási fejlődtek az elmúlt években. És ennek meg kell fizetni az árát? Így van. És hát, hogyha most el tudja adni, most lehet, hogy itt hirtelen nem, remélem, nem fognak itt a vonal, aki tízzani, de el tudom adni 600 ezer forint éppen négyzetméter, hát még persze, hogy eladja. Hát azért csinálja, hogy keressen. Minél többet keressen. Ezt egyébként jó, hogy mondtad, Szabolcs, ezt, hogyha igazából el tudja adni, akkor miért ne? Hát, nagyon sokszor szoktam felháborodó kommenteket olvasni a Facebookon, albérlet és ingatlan négyzetméter kapcsán. Például, és nem reklámozandó, de a aranylakat helyén épült ház, hogy hát ez budapesti négyzetméter ár. De gyerekek, kereslet, kínálat. Ez ilyen egyszerű. Én azt gondolom, hogy a fejben még nem mindenki értette még meg, hogy itt 30 év ezelőtt az ország a kapitalizmusra szavazott. Tehát mi szeretnénk valahogy úgy élni, hogy a kapitalista bevételeinkből, vagy fizetéseinkből egy ilyen szocialista igen. árakon tudjunk költeni. De hát ez nem működik. Ez nem működik. És én tökéletesen megértem, én saját magam is vállalkozó vagyok. Tehát a piac az ilyen. Ezért csinálja. Ő is azért csinálja, mindenki azért csinálja, hogy minél magasabb bevételt elérjen. És higgyük el, hogy ha nem fogja tudni adni 600-ért, akkor lejjebb fogja vinni. Akkor lejjebb fogja vinni. Illetve itt azért mindig megelőzi egyfajta piackutatás, értem, mit bír el a piac. És az holnapi piac úgy látszik, hogy elbírja. Kanyarodjunk vissza az eredeti témákhoz, és Erna, az ügyvédi oldalról téged kérdeznélek, nyilván sok adásvételi papírral találkozol. Egy picit még mindig a magánemberi oldalt villancs föl, kérlek, hogyha majd válaszolsz. Nyilván találkozol fiatal párokkal, ha már itt a csok szóba került. Neked ott kötelességet felhívni a figyelmet a csillagozott részekre, hogy de gyerekek, a csoknak ilyen és ilyen ismérvei vannak, csak azért ne házasodj össze, hogy ezt az ingatlan meg tud venni, mert mi van, hogyha a kapcsolat megromlik, akkor többet kell visszafizetni. Van ilyen jellegű kötelezettségetek, vagy ezt ti így elhallgatjátok, mert ez nem a ti dolgotok? Hát alapvetően ugye mindenkinek a saját dolga, minden ügyvédnek a saját dolga, hogy mire hívja fel a figyelmet. Azért adójogi szempontból, meg az adásvételi szerződésekkel összefüggésben azért én azt gondolom, hogy egy kollégának kötelessége felhívni bizonyos dolgokra a figyelmet, és erre minket jogszabály, illetve etikai szabályok is köteleznek. Így például azzal kapcsolatosan, hogyha valaki felveszi a családok otthonteremtési kedvezményét, akkor itt a hangsúly az otthonteremtésen van, és nem pedig egy befektetésen. Nyilván erre azért mindig érdemes külön felhívni a figyelmet, illetve én fel is szoktam hívni. Arra is felhívom a figyelmet ugye az illeték szempontjából, mert ezzel kapcsolatban ugye itt lett most egy elég új kedvezmény idén január 1-jétől kötött szerződésekre, illetve csak felvételre, méghozzá az illetékmentesség, ami ehhez kapcsolódik. De ugye ezzel kapcsolatban azért megint csak van egy időszak, egy ellenőrzési időszak az adóhatóság kezébe, és ez az időszak azért nem feltétlenül 2 hónap. Hanem egy hosszabb távú dolog, arról nem is beszélve, hogy ugye a csok miatt azért egy 10 éves jelzálogjog tovább elidegentés és terhelési tilalom is bejegyzésre kerül ugye a magyar állam javára, tehát ugye azért ez a teher az ott lesz az ingatlanon. De most én erre azt mondom, hogy nyilván minden fiatal házas maga tudja eldönteni azt, hogy mit szeretne. Mert hogyha alapvetően most ez abban segítség, hogy ők egyébként is már együtt élnek 5 éve, 6 éve, akárhány éve, és akkor most eljutottak odáig, hogy ez ad nekik lendületet abba, hogy összeházasodjanak, hát urám, bocsá, de azért ez az ő döntésük volt. Nyilván, hogyha ők nem akarnak ezzel a lehetőséggel élni, attól függetlenül, hogy összeházasodtak, akkor nem élnek. Tehát azért most is van számos olyan ügyfelem, legalábbis az én ügyfélkörömben, akik attól függetlenül, hogy adott esetben fiatal házasok vagy kedvezmények kapcsolódnak hozzá, de mégsem kívánnak ezzel a lehetőséggel élni.
De miért nem? Döntés. Félnek attól, hogy esetleg bármi következménye lesz anyagi oldalról? Nem vagyunk egyformák, Dani. Tehát nem vagyunk egyformák, és most inkább azt látom a fiatalokon, hogy azért van egy olyan, mint ember is különböző réteg, aki azt mondja, hogy ő 10 évre előre azért még nem tudja. Tehát óvatosak, látják azt, hogy mi volt az elmúlt 15-20 évben, és nem kapnak egyből a kvázi ingyen pénz után, mert tudják, hogy ha meg probléma van, akkor az nincs ingyen. Ez így van. Aha. És ezzel számolnak is. És az jó is, hogy így van egyébként, hogy kicsit tudatosabban gondolkodnak akkor a fiatalok ez alapján. Hát egy pénzügyi tudatosság azért megjelenik a döntésekben. Peti, ez nálatok a NAV-nál lecsapódik egyébként? Vagy látsz mondjuk változást a mostani generáció és a régebbi generáció között? Tehát mondjuk ők tudják, hogy mi az, hogy vagyonszerzési illeték. Mondok egy rövid példát, aztán utána kérlek ezt fejtsd ki. Mi, amikor annó ingatlant vásároltunk, akkor meglepődtünk egy fél év után, hogy jött egy ilyen csekk, hogy hát ingatlan szerzés. Mert mi akkor, mit tudom, egy 4 éves használt lakást vettünk, de én azt hittem, hogy az újnak számít, és mit tudom, egy több 100 000 forint, és hát ez mi? És az nekem egy ilyen földhöz vágó volt, hogy hát nem tudtam. Nem kerestem rá neten, akkor még a Facebook is úgy, mert a Facebook ilyen szempontból szerintem egy tök jó fórum, mert ott most mindenki mindent megtud, és mindenki mindennel tud foglalkozni. De majd erről kicsikét később. Az nem biztos, hogy jól tudja, de igen, meg lehet tudni igen. Sok mindent. Hát mi is volt az eredeti kérdés? Igazából az, hogy mennyire tudatosak most a fiatalok, tehát mennyire vannak képben. A pénzügyi tudatosak. Meg az illetékekkel. Hát az illetékben, igen. Én szerintem itt az ügyvédek, a közjegyzők, tehát a jogi oldal szerepe fölértékelődik nagyon. Korábban, hát sajnos szakmailag tudom ezt mondani, hogy sok esetben a visszaélésszerű jogalkalmazás volt a jellemző, vagy lehetett ilyet hallani, ugye sok műsor is foglalkozott ezzel, ugye ez még nem a csokos, hanem ez a szocpolos időszakról, ha ezt így mondom, akkor talán mindenki emlékszik, tehát sajnos ott elég sok visszaélés volt. Ezzel kapcsolatban most már ugye egyrészt óvatosabbak az ügyfelek, akik döntést tudnak hozni, illetve nyilván megjelenik egyfajta védelem is, jogi védelem, azért más-más szituáció, más környezet, más jogi háttér, nyilván ennek van befolyása erre a dologra a jelenlegi döntéshozók, mármint hogy az ügyfelek, a lakásvásárlók körében is, én azt gondolom. Térjünk vissza a ingatlan közvetítői részre, mert ez is egy fontos momentum lehet, és hát a fogyasztók, akik mondjuk a közösségi oldalon élik az életüket, ebbe többször beleszaladhatnak. Ingatlan közvetítő, mint szakma és mint segítség, versus Facebook. Sokszor látni őt, hogy ne védd abba az irodába, fölösleges, lehúznak 2-3%, add el itt a Facebookon, ez így olcsóbb lesz. Olcsósnak híg a leve itt is, vagy lehet spórolni a közösségi médiával? Mondjuk úgy, hogy vannak olyan tipikus ingatlanok, amire lehet, hogy elképzelhető, hogy lehet spórolni. Tehát azért mindig is voltak azok a sláger ingatlanok, az 1,5-2 szobás lakás, és mondjuk az valaki belövi, tényleg egy normális piaci áron, akkor lehet, hogy tényleg egy hét alatt eladja biztonságos körülmények között. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy jó ingatlanod az mindig megkeresi a saját pénzét, tehát akár mint egy jó könyvelő is. Egy az, hogy maga az árakkal mi vagyunk tisztában mindig, hiszen az adásvételeknek egy jó része azért rajtunk keresztül megy, még azért itt az ügyfelek azért beárazzák, túlárazzák az ingatlanokat, aztán nem ért, hogy miért nem kell el. Illetve rengeteg olyan kis apró tanáccsal, ötlettel tudunk segíteni, ami igen súlyos milliókat hozhat az ügyfélnek a zsebébe. Tehát az ingatlanok az eladása, azért, ahogy mondta, azért nem egy ilyen impulzus vásárlás. Most jó, nem jó telefont vettem, akkor legközelebb nem veszek ilyen font és kész. Így van. Itt azért rengeteg mindennel lehet egy ingatlant vonzóvá tenni, eladhatóvá tenni, illetve, mint az előbb ugye elkezdtem feszegetni azt a témát, hogy mindenki egy földszinti lakás teljesen más szemszögből fogja azt megvenni. Más szemszög, más lesz a motivációja mondjuk egy mozgásában korlátozott személynek, aki azért vesz földszinti lakás, mert mondjuk ugye nem tud lépcsőzni, teljesen más prioritásokat fogott ő figyelni, és teljesen más, hogy veszi például maradva a könyvelős példánál, hogyha valaki még könyvelőt szeretne ott nyitni.
És ugye én, akihez ugye egy jó ingatlanos mindig tudja, hogy kinek ezek a másodlagok, tehát igazán nem, kik az elsődleges motivációi, én tudom, hogy ő azt az ingatlant azért akarja megvenni, mert neki az a fontos, hogy tudjon ott irodát nyitni, ki tudja táblázni, a lakókörséget nem fogja zavarni azt, hogy ott kibejárkálnak az ügyfelek. A másik ügyfélnek meg az a fontos, hogy akadálymentesített, adott esetben olyan széles a bejárat, hogy a kerekes székkel befér, és én már innentől kezdve testre úgymond rászabom az ingatlant az érdeklődőre. És onnantól kezdve, hogy ő látja, hogy ez a neki megfelelő ingatlan, és ez minden tekintetben megfelel az ő elképzelésének, akkor azt ő meg is fogja fizetni. És itt tudom, amíg viszont valaki engem felhív a Facebookról, fogalmam sincs, hogy ő igazándiból miért pont ezt az ingatlan néztek ki. És lehet, hogy teljesen olyan dolgokkal fogok neki érvelni, amit nem is érdekel. Így van? Nem érdekli. Tehát egy, bocsánatot kérek az előző dologért, de egy kerekesszékes hölgyet nem fog érdekelni, és itt ki lehet táblázni azt, hogy könyvbe oda lehet, vagy hogy a társasházban lehet-e ügyfélfogadást. Így van? Mi viszont tudjuk. És erre már úgy mutatjuk be azt az ingatlant, kiemelve azokat, és hát igen, nagyon sok pénzt tudunk ezzel az embereknek a zsebébe tenni, illetve még kifejezném azért azt a, nem véletlenül mondtam, hogy biztonságos keretek között. Tehát azért egy ingatlan adásvételnek, főleg, hogyha azon vannak terhek, annak nem teljesen, a felek között sem teljesen egyértelmű az összhang. És azt gondolom, hogy Erna erről egy külön műsorra tudna beszélni, hogy amikor nem beszélnek egymással házastársak, testvérek, szülők, és akkor kérem szépen átadok foglalót, nincsen ez rendesen körbejárva, és akkor utána nem tudom megvenni, elbukom azt az összeget. Nincsen, mégse a hitel törlés, és a jelzálog törlésére fordították, tehát rengeteg buktató van benne. Én azt gondolom, hogy egy kicsit ez olyan, hogyha az emberek ezt így látnák, hogy itt mennyi minden félre sikerülhet, és félre is szokott sikerülni, azért, mert ez nem kapnak publicitást, bennek azért itt azért, tehát vannak itt azért bíróságon végződő ügyletek, mi azért ezeket mind körbejárjuk, és mind megelőzzük prevenciós módon. Tehát mi olyat, hogy nem látnánk, hogy akkor ennek biztos vagyok benne, hogy vége lesz ennek a dolognak, és pozitívan nem engedjük belemenni. És itt hagyj faragadjam meg kicsit a reklámot, hogy jövőre lesz, hogy 30 éve foglalkozik a családunk ingatlan közvetítéssel, még senki nem veszítette el a pénzét. Senki nem jutott bíróságra, hogy oda lett a foglaló, vagy nem kapta meg az ingatlant, vagy ilyesmi. Hozzuk helyzetbe Ernát, ha már itt te is emlegetted a különböző jogszabályokat. Tudom, hogy ezért ha bemennék, akkor most ezért a kérdésért fizetnem kéne súlyos 10 000-eket. De Dani, használt. Segítsünk. Nekem többet. Igen, nekem többet, de segítsük a nézőket. Mik azok az elsődleges, fontos, mondjuk úgy, csomagok, és szedjük ezt így tartalomjegyzékbe, amik egy ingatlan vásárlásnál nagyon-nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen. Nyilván legyen meg a pénz. Dani, igen, ezt fejét találtad ezeket. Vagy legalábbis a forrás oldal. Nagyon utána kell nézni annak, hogy kitől veszem meg azt az ingatlan. Nehogy véletlenül az legyen, amit te is mondtál, hogy hopp, ott be van jegyezve a WC egy olyan örökösnek, aki egyébként egész életében utálta a másikat, és emiatt mondjuk én nem tudok ott egy fürdőszoba felújítást csinálni. Vannak ilyenek? Hát sok mindennel találkozik az ember. Na mesélj, erre kíváncsi vagyok. Meg a gyakorlat során. Nagyon fontos az, de ugye ezért is nem véletlen az, hogy egyébként ügyvéd vagy közjegyző kollégáknak kell ezeket a szerződéseket ugye szerkeszteni, ellenjegyezni, de természetesen nagyon fontos az, hogy meggyőződjünk arról, hogy az az ingatlan, amit megveszünk, az egyáltalán azzal tárgyalunk-e, aki eladó. Mert hát ugye nem a nagymama, nem a nagypapa, mert ugye azért most mióta, meg egyéb dolgok, tehát azért sok furcsaság van a világban, és azért az is elég gyakori, és ez most jutott eszembe, hogy ezt is az utóbbi évek hozták magukkal, hogy sok ingatlannál egyébként ott akadnak meg a dolgok, hogy adott esetben az, aki eladó vagy vevő, az alapvetően nem Magyarországon dolgozik, nem Magyarország területén, hanem külföldön. És ugye most itt a Covid miatt ezeket a problémákat is valahogy kezelni kellett, tehát igen, sokszor futottunk bele abba, hogy vagy eladói oldalon nem azért nem jött haza Magyarországra, mert nem tehette meg,
mert magyar állampolgárként hazajöhetett, hanem azért, mert akkor ott, ahol dolgozott, akár az Európai Unión belül, ugye már nem volt lehetősége, hogy visszamenjen, vagy elveszítse a munkáját. Úgyhogy most azért a magyar külképviseleti hatóságok, konzulátusoknak a munkája is igencsak megnövekedett itt mindenféle meghatalmazások dolgába. Természetesen az ügyvédek is ugye igyekeznek megoldást találni arra, hogy aki eladó és külföldön dolgozik, akkor is el tudja adni az ingatlant, legyen rá lehetősége, vagy vevőként meg tudja venni. De visszatérve még egyébként Szabolcsnak a dolgára, és amit itt Szabolcs említett itt az ingatlanokkal kapcsolatban, én azt gondolom, hogy azért is fontos azt, hogy hozzáértő adja el az ingatlanokat, vagy legalábbis segítsen az értékesítésben, mert hogy pontosan ezeket a dolgokat azért ők tudják tisztázni. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó ingatlanosnak tisztába kell lenni azzal, hogy az, akinek aki tőlő megbízást fogad el, az attól egyáltalán elfogadhat-e megbízást, mert hogy tulajdonos-e. Hogy tényleg tisztázódjanak azok a dolgok, hogy haszonélvezők vannak-e bejegyezve az ingatlanon, vagy még adott esetben a régi időkből özvegyi jog jogosult, mert ezek mind jelentőséggel bírnak. Mert hogyha adott esetben a haszonélvező, vagy az özvegyi jog jogosult nem akarja értékesíteni az ingatlan, nyilván egy vevő meg nem akar egy bentlakó haszonélvezővel, vagy özveggyel együtt megvásárolni egy ingatlant. Tehát ezeket azért jó tisztázni már előre. Illetőleg az is nagyon fontos, és itt azért kapcsolódnék az adóhatósági kedvezményekhez is, mind illeték, mind egyéb szempontból, hogy azért azzal is tisztába kell lenni, hogy adott esetben, hogyha én vásárló vagyok, vagy vevő vagyok, akkor ugye azért én azt gondolom, hogy végig gondolom, hogy mennyi pénzem is van arra, hogy ezt ugye el tudjam költeni. De azzal már ugye segítség kellhet abban, hogy mindenféle részletet át tudjak látni, hogy lehet, hogy több marad a zsebembe akkor, hogyha mondjuk adott esetben igénybe veszem a csokot, vagy esetleg 35 év alatti első lakáshoz jutó vagyok, vagy csak szimplán első lakáshoz jutó vagyok, mert hogy vannak olyan lehetőségek, amivel azt mondhatja a vevő, hogy akkor nem 15 millió forintért kell, hogy ingatlan nézzek, hanem esetleg ugorhatok egy kategóriát, és akkor adott esetben akár 18 vagy 20 millió forint körül is érdeklődhetek. Ezért ezeknek jelentősége. Ez egyéni felelősség szerintetek, vagy igenis tudatosan kell oda menni az ingatlanpiacra fiatalként, idősként, és tudnom kell azt, hogy most a NAV-val majd milyen kölcsönhatásba kerülök, az ügyvédnek mit kell fizetnem, az ingatlanos hány százalékot fog leszedni rólam? Peti? Hát nem árt ezt előre azért tisztázni, tehát azért nem baj, hogyha ennek utána olvas valaki, nyilván nem csak a Facebookon például, hanem ugye másod is. Az ügyfélszolgálataink egyébként nagyon sokszor ilyen jellegű segítséget is tudnak adni. Tehát azt tisztázni kell először is, hogyha valaki mondjuk eladó pozícióban van egy ilyen ingatlan adásvétel kapcsán, akkor ő, ha értékesíti azt az ingatlant, akkor meg kell nézni azt, hogy mikor szerezte azt az eladott, vagy eladni kívánt ingatlanát. Letelte az az 5 éves adózási moratórium, most nevezzük így, amit ugye számításba kell venni. Ha letelt, akkor azt csinál a pénzzel, amit akar, nem fog utána adózni, de ha nem telt le, akkor bizony ő neki még adózási kötelezettsége is lehet, abban az esetben, hogyha haszonnal adja el ezt az ingatlant. A vevői pozícióba pedig számítani kell az illetékre, így ahogyan nagyon helyesen mondták itt ugye a kollégák, tehát bizony vannak kedvezmények, igen, első lakáshoz jutó kedvezménye, fiatalok lakásszerzési kedvezménye, új ingatlan vagy új lakásvételi kedvezmény, de ezek mind létező dolgok, de ha valaki ezzel is tisztában nem jár utána, akkor bizony meglepetések érhetik, amikor aláírt minden szerződés, boldogan hátradől, mint ahogy te is mondtad egy néhány évvel ezelőtti történetben, tehát igen, és akkor jön egy fizetési meghagyás, ami hát az nem is kicsi összeg, mert azért, hogyha meggondoljuk itt az első témafelütésként mondott összegeket, és ehhez kapcsolódik egy 4%-os illetékkulcs, vagy egy 15%-os adókulcs, hát azért nem mindegy, hogy akkor ennek hogy jövünk ki a végén majd. Na, ugorjunk bele az egyik kedvenc témámban, hogyha ingatlanról kell beszélni, egy mocsár, az albérletek.
És akkor itt kapcsoljuk a Facebookot, mert azt gondolom, hogy gyerekek, és te Szabolcs, szerintem neked egy óriási konkurenciád lehet, hogy az albérlet részt nézzük. Egyébként a Casa Network albérlettel foglalkozik, igen, ugye kiadó lakásokkal, irodákkal. Oké, okay, na, hogyne. Tökéletes. Tehát gondolom, hogy ez nektek egyébként egy borzasztó nagy konkurencia lehet, mert hogyha valaki most fölcsapja a szolnoki, én nem tudom, adok-veszek oldal teljesen mindegy megcsoportot, több ezren vannak benne, és van itt a NAV-nak a szemét is szeretném egy picit erre így rá világítani. Kedves nézők, jó lesz majd figyelni, igen, főleg aki lakást kiad, hogy mire kell figyelni. Szóval mi van most Szolnokon? Mert azért látom, hogy tólig vannak elég komoly kiadó lakások, néha szoktam nézni és mozizok, hogy vannak olyan lepukkant ingatlanok, hogy csilliárdokért akarják kiadni, és hát vannak olyanok is, akik tisztában vannak azzal, hogy gyerekek, ez ennyit ér. Szolnokon mondjuk úgy, hogy mizéria van, na, lehet ezt a szót mondani, a Facebookon olvastam különben. Igazából albért hiány van. Tényleg? Aha. Uh-huh. Tehát elég komoly albért hiányjal küzd a város. Ez azt jelenti, hogy szépen az árak is felkúsztak. Tehát addig, amíg ez lehetett egy kettő szobás lakást, szinte évtizedeken keresztül ilyen 30-40-50 ezer forint, oké, hát most már 80 alatt már is próbálkozunk ezzel a dologgal, és hát utána bizony a jobb kiállású ingatlanok. Most már úgy szépen, nem azt mondom, hogy a fővárosi árakat ott elértük, soha nem fogjuk, de már szégyenkeznünk sem kell, ugye? Hogy megyeszékhelyként milyen árakkal dolgozunk. Igen, tehát egy jó háromszobás lakás itt a belvárosban, az már olyan 120-140 ezer forint körül is kiadható. Ami nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor az emberek nem fejetlenül ugranak ebbe az egész dologba bele. Én azt gondolom, hogy egy adásvétel ilyen szempontból egy picit kevesebb rizikót vejt magába, mert hogyha van egy jó jogászom, van egy jó ingatlanosom, akkor egy adásvétel lemegy, kész, minden rendben van, megkapom a pénzt, eladtam az ingatlant. Míg mondjuk bérbeadom az ingatlanomat, egy nagy értékű vagyontárgyamat, ami adott esetben olyan csúnyán se elsülhet. Tehát azért ott bárkit ugye nem mehetek oda, és csak úgy kirakhatom, hogyha most leszett a tapétát, hogy kirángott a konnektor a falat, vagy beköltöztek még 30-an. Tehát azért ott egy óriási veszélyforrás, viszont kezdünk ebbe is most már egyre tudatosabbak lenni. Ugye mi azért, akik ezzel a szakmában dolgozunk, mi azért mindig figyeljük a nyugati trendeket, illetve szokásokat. Hát nem kell messzire menni, csak menjünk át Hegyeshalomnál. Ha én Bécsbe ki akarok venni egy albérletet, gyakorlatilag ugyanolyan szűrőn esek át, mint most a bankok. Hol dolgozom? Milyen jövedelmei vannak? Akár még referenciát is kér, tehát úgy van vele... Nyilván féltik az ingatlant, aki kiadják. Hát beteszek oda, nem mindegy. Hát ugye megmondom, eladom, megjön a pénz, itt a kulcs, azt már mit érdekel, mert fel is gyújthatod. Így van? Uh-huh. De azért odaadom, azért kitengedek be. Mennyire biztos. Tehát olyan szigorúan veszik ezt, és teljesen természetes. És ez irányban most már kezd elmenni. Tehát most már itt is az van, hogy azért az emberek azt mondják, hogy nézzük már meg. És most már igen, időnként vagy beszoktuk kérni. Azért mondja már még, mióta dolgozik, ha kell, mutassa egy banki vonatot. És szerintem ez lesz a jövő. Ez lesz a jövő, ami gond egy picit, hogy az egész ingatlan adásvétel, bérbeadás, ingatlan közvetítői piac, azért ez egy eléggé egy ilyen, hát szerintem túl liberális, magyarul nincs leszabályozva. Pedig ez szerintem azért egy nagyon-nagyon komoly előrelépés jelentene, hogyha azért ezt is azért bizonyos keretek közé szorítanák, mint például a pénzügyi közvetítőknek a piacát, ugye azt sikerült nagyon szépen beszabályozni. Az albert ahogy mondtad, ugye ott az mindig egy ilyen láthatatlan része, ugye, mert például ugye, és akkor itt most a Péter, kicsit majd megpróbál máshova figyelni, de biztos hallott már olyanról, hogy esetleg... Zsebbe fizetik ki az albérleti díjat. Biztos. Nem mondod, hogy van ilyen. Hallottunk ilyenről. Hallottunk olyan, aki találkozott már olyannal, aki látott ilyet. De ő már rég meghalt. Így van. Soha nem is ismertük. És ugye ebbe azért megint volt egy nagyon jó változás, hogy gyakorlatilag azért most már én azt gondolom, hogy szinte az egyik legjobb bevételi forrás, legálisan, nagyon kedvező adózással, szinte már azt mondom, hogy hülye, aki feketén, aki mutyizik. Tehát ez tényleg az a kategória, hogy azért, uram, bocsánat, az egy valamit azért annak a 90-15%-át, tehát hogy fizessük már be. És akkor minden rendben van, ott van legálisan. Tehát kezd ez az egész dolog, kicsit ebből a fekete dologból megy át nagyon klasszul most már, meg ugye most már nem kell külön adószámot kiváltani, de szerintem a Péter ezeket el tudja mondani. Klasszul. Várj, egy kérdés, hagyd tegyek már föl hozzá, úgyse fogsz rá válaszolni. Akkor miért teszed fel? A NAV ezeket egyébként figyeli?
Hát természetes. Hát ugye a NAV-nak alapfeladata a költségvetési bevételek biztosítása. Hát ez a gazdasági élet minden szegmensére kiterjed, többek közt erre is. Hát nyilván kapacitás függő, hát nem mondom, hogy minden... Facebookot bújjátok egyesével, hogy akkor... Nem mondom, hogy minden bérleti szerződést átböngész a revizor, de azért persze természetesen lehet előfordulhat ilyen. Igen. Erna, egyre több helyen olvasom, és akkor itt a hogy is mondjam, a ingatlan piac ezen részének a legalizálása nyilván a cél, de nagyon sok helyen van most már az, hogy két havi kaució és közjegyző előtt írunk alá mindent. Nekem ez valahogy egy kicsikét ilyen, nem is tudom, a megfelelő szót, ezen gondolkodtam, hogy nem is az, hogy olyan barátságtalan, hanem úgy tűnik nekem az a bérbeadó, hogy az nagyon-nagyon szigorú lesz majd velem, hogyha azt a lakást kiveszem. Ő tuti majd hetente egyszer följön, megnézi, hogy ki van takarítva, és hogyha 5 portica van, akkor a kauciómat leveszi. Ez azért van erre szükség, mert egyébként az emberek nyilván jó fejek, de próbálják magukat bebiztosítani, mert mondjuk volt egy csomó rossz tapasztalásuk, vagy a környezetükben valakit átcsesztek, nem tudom, lelakták a lakást, eladták a fejük fölül, tehát ezek most már így a mostani világgal járnak? Azzal is összefügg meg sok mindennel. Ugye az, hogyha én egy ingatlan tulajdonosa vagyok, megvásárolom azt az ingatlant, uram, bocsánat, be is rendezem bútorokkal arra, hogy ugye rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen, és utána én úgy döntök, hogy ezt ki szeretném adni, akkor nyilván nem az a célom, hogy egyébként egy hónap múlva a falból vezetékek lógjanak ki, a WC-kagyló be legyen téve a zuhanyzóba, vagy bármi más ilyen dolog. Tehát erre jó ugye azért a kaució, hogyha adott esetben bérbeadóként ilyet tapasztal az ember, akkor legalább legyen valamilyen, azt mondom, hogy puffer, hogy a kárát tudja valamelyest csökkenteni. Azért a kaució szempontjából nagyon sok mindenben meg szoktak állapodni, főleg akkor, amikor megszüntetik a bérleti jogviszonyt. Van, aki ugye azt visszaadja, hogy visszajár, van, amikor úgy állapodnak meg, hogy akkor azt a felmondás időre járó bérleti díjként lelakhatja. Ez már nyilván a bérbeadó meg a bérlőnek a megállapodása. De a kaució az mindenképpen nem csak hogy egy előnyes dolog, hanem egy igen nagy biztonságot is tud adni azért tulajdonosi oldalon, vagyis bérbeadó oldalon. Én azt gondolom, hogy azok az idők már elmúltak, amikor szóbeli megegyezések alapján bérbeadunk ingatlanokat, és... Tehát a gentleman agreement nem működik Magyarországon? Nem állítom, hogy nem működik Magyarországon, de azért most már ebből a szempontból a biztonságra törekednek. Azért van, én azt gondolom, hogy vannak olyan szegmensek, ahol igen, de nyilván az emberek óvatosabbak. A bérleti szerződés mindenképpen fontos, mert azért a bérleti jog az egy igen erős jog, hiszen ezt a tulajdonost bizonyos jogaiban korlátozza. Így nem birtokolhatja azt az ingatlant, addig nem használhatja, amíg ott van a bérlő, és ugye a bérlőnek ráadásul adott esetben birtokvédelmi igénye is lehet a jegyzőnél, ha ő esetlegesen a tulajdonossal bizonyos dolgokban nem egyezik. És itt jön be az, hogy miért is rohangálnak közjegyzőhöz az emberek. Nem gondolom azt egyébként, hogy egy jó bérleti szerződés mellett ehhez szükség van, de amiért szoktak menni, az tulajdonképpen a kiköltözési nyilatkozat. Hogy ez egy azonnal végrehajtható okirat legyen, mert ugye a közjegyzői okirat ugye az adott esetben azonnal végrehajtható, nem kell egy külön eljárást indítani hozzá, és általában azt szokták csinálni, hogy csak a kiköltözési nyilatkozatot, hogy a bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy amint a bérleti jogviszony megszűnik, akkor ő 2-3-5 napon, 10 napon belül, akárhány napon belül, mind ő, mind az ő jogán ott tartózkodó személyek elhagyják az ingatlant. Azért ez nem mindegy, hogy mondjuk adott esetben a bérlő, mondjuk azt, hogy időhúzásként a jegyzőhöz birtokvédelmi kérelmet ad be, akkor utána a jegyző majd hoz egy határozatot, amit valaki megtámad majd a bíróságon, és adott esetben évek eltelnek úgy, hogy a tulajdonos nem tud belépni az ingatlanba. De ez szörnyű, nem, hogy a saját ingatlanom után kell rohangálnom. Elképesztő. Azért mondom, hogy óvatosabbak az emberek, és ebből a szempontból nagyon jól is teszik. No, az adást Szabolcssal kezdtük, mármint egy kérdés és egy válaszsal, és akkor veled is zárjuk le. Picikét így tekintsünk előre. Nem tudom, hogy mondjuk ez mennyire témába vág, de szerintem a nézőket érdekelhet így az ingatlanok kapcsán. Szolnokon most mik a trendek? Azt látjuk, hogy minden régi családi ház, nagypolgári ház helyét lepukkantanak,
és egy 2-3-4 emeletes társasház épül. Ez most a trend Szolnokon, vagy valamikor ez meg fog fordulni, vagy ahogy mondtad, hiány van albérletből, tehát sokasodtunk, sokan vagyunk, kell a sok ingatlan, és a helyhiány miatt mi is fölfele megyünk, mint a japánok. Igen, sok épületet elbontanak, miután Szolnok idáig sem volt gazdag épített kulturális emlékekben, tehát hál' Istennek az olyan épületek nem bontanak el, amiért kár, tehát a legtöbbje tényleg nem baj, hogyha megy, ez egy teljesen természetes folyamat. Amíg ezek a kedvezmények, amíg ezek a lehetőségek nyitva lesznek, ezek a támogatások felvehetőek, elérhetőek lesznek széles körben, addig biztos, hogy ez a folyamat folytatódni fog. Alapvetően is azért eléggé elavult, meg elöregedett a lakásállomány. Nekem mindig a legszebb, amikor ugye egy-két ember valahol, akár a Facebookon, a mumus. Elolvas egy cikket, hogy a paneleket annak idején 30 évre tervezték, tudod? És akkor tudod, jön hozzá, hogy akkor elméletileg ez bármelyik nap összedőlhet. Hát ez már ez a, itt ugye még a Széchenyi lakótelep ugye már ugye betöltötte ezt a 30 évet. Tehát persze tudjuk, hogy ezek a házak még 100 év múlva is, hogyha rendben vannak tartva, meg megcsinálják az utólagos stabilizációs folyamatokat, akkor rendben lesznek. Igen, ez a trend, ez most mindenféleképpen, mondjuk úgy, hogy nagyon sok jogszabály, meg kedvezménynek ki van mondva egy 2022. decemberi addig él, így van. Be fogja folyásolni azt, hogy mi fog történni itt jövő évben, akár gazdaságra, akár választások hogyan alakulnak, az a felálló új kormány mennyire fogja ezt a vonalat követni, tudja követni. Én azt gondolom, azért ilyen mértékű kedvezmények azért hosszú távon nem adható. Tehát azért mi azért mégiscsak Magyarország vagyunk, nem pedig Svájc. Tehát azért ezt egy bizonyos fokig ezt lehet adni, de nem lehet. Tehát azért én azt gondolom, hogyha itt a Péter lehet egy konkrét számokkal, biztos nem készül, de azért szerintem nagyon komoly bevételektől esik el az állam ezekből a kedvezményektől. Tehát itt azért milliárdokról, 100 milliárdokról is adott esetben beszélhetünk, amit nem kell befizetni. Áfát csökkentve az új építésűek, ugye 5%, nem 27%. Ez az lehet egy darabig csinálni, de hát ugye szerintem ez le fog állni, vagy nem is leállni, lassulni fog. Tehát ez a fajta boom, ez el fog múlni. Maga a Covid-nak a hatása, az szerintem most még mindenkinek egy óriási tabu. Nem ismerünk erről mondani, mert ez most fog majd kiderülni, hogy amikor most a nyitások megtörténnek, amikor most már ugye nyitnak a szállodák, az üdülők, minden, a boltok, és egyre inkább ugye mindenki igénybe veheti, hogy vissza fog állni abba a mederbe. Tehát tényleg vissza fogunk oda pattanni, ugye ezt most olyan szeretik, ezt a visszapattanás szót, közgazdász kollégák, hogy vissza fogunk oda pattanni, mint mondjuk a Covid előtti, vagy nem. Mert szerintem a nagy pofon akkor jön, hogyha nem. Mert most azért vagy őszintén, itt most nagyon sok mindent lehetett fogni a Covidra. Szinte mindent lehetett fogni a Covidra. Tehát ez a másfél év, ez pont arra jó volt, vagy két év, hogy mindent fogjunk rá a Covidra. Viszont ha ez elmúlik, most már nem lehet ráfogni. Tehát meg fogjuk látni, hogy a teraszok megtelnek-e, az ingatlanokat ugyanúgy viszik el, stb. Itt lesz mindenféleképpen egy nagy vízválasztó, hogy a visszapattanás hogy fog sikerülni. A trend különben mindig a forever, az örök, és én mindig, amikor befektetésről kérdez valaki engem, ugye a befektetés, az én, mint ingatlanokkal foglalkozó, én mindig azt mondom, hogy mindig két dolog legyen a befektetésnek a célja. Első mindig a biztonság. Tehát a befektetés szerintem mindig a biztonság a legfontosabb. Kettő, hogyha abból akarok mozdulni, akkor milyen gyorsan tudok mozdulni. És az élethelyzet változhat, így van. És én ezért mindig azt mondom, hogy kis rezsijű, elvárosi, egy-kettő szobás lakásokat, ez bármikor ki lehet adni, ez bármikor pénzre lehet tenni, adott esetben meg lehet terhelni, hiszen ne felejtsük el az ingatlan, ezért is jó befektetés, mert mondjuk veszek egy szép festményt, vagy veszek egy szőnyeget, vagy egy aranyrudat, arra azért nem tudok felvenni a jelzálog hitelt, még az ingatlanomra például azért, mint ugye fedezetként fel lehet venni különböző hiteleket. Tehát ez az örök sláger. Tehát ez mindig bárkinek nézze meg, járja körül, és akkor bátran be lehet vágni. Amikor aztán már jönnek ilyen, hogy de hát vennének ilyen nagyobb családi házat, meg kiadó. Igen, most azt gondolom, hogy azt is nagyon szépen ki lehet adni. Kérdés, hogyha most hirtelen változik az élethelyzet, és el kéne adni, akkor milyen gyorsan tudok kiszállni ebből a dolgokból? Milyen végeredménnyel tudok kiszállni, hogy buktam rajta, vagy nem buktam rajta? Legyen akkor ez a végszó, mert maga az ingatlan is ilyen. Vagy bukunk rajta, vagy nyerünk rajta. Így van. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Remélem, hogy a nézőknek tudtunk segíteni ingatlan témában. Csillzon legközelebb is itt a Szolnok Televízióban. Viszontlátásra!
Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó.